A Fiatalok Háza adott otthont október 23-án a város önkormányzata által az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésnek. Az eseményen a résztvevők a Bicskei Koncert Fúvós zenekar kíséretében énekelték el közösen a himnuszt, majd a székely himnuszt. Elsőként a Szent László Általános Iskola 8. osztályos diákjainak színvonalas emlékműsorát láthatták az érdeklődők. Ünnepség folytatásaként Szarvas Szilveszter újságíró mondta el ünnepi beszédét. Nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok és beszélhetek Önök előtt egy olyan városban, amely 1956-ban aktív részese volt a forradalomnak, és aktív támogatója volt szabadságharcunknak. Tisztelettel köszönöm Önöket. Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem beszédemet. A kommunizmusból kiábrándult Albert Camus 1956-ban Magyar Vélet című írásában ezt írta. A legáz volt bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármely nép a világban. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullania, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetekben. A magánmaradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetlenül igazoljuk a gyilkosokat. 1956. október 26-án egy nép azt mondta, elég volt. Elég volt az elnyomásból, a terrorból, a diktatúrából, az idegen megszállásból és megszállókból, a szabadság nélküliségből, és elég volt a gyilkosokból. Elég volt a nagyhatalmi önkényből, amely magukat magyarnak az utó árulókkal hatékozta volna le a történelem térképéről nemzetünket, magyarságunkat, történelmünket és kultúránkat, mindazt, amiért érdemes élni és harcolni. Ezen a napon emlékezünk, fejet hajtunk és köszönetet mondunk szabadságunkért, függetlenségünkért,
mert 1956 nélkül, a bátor forradalmárok nélkül, a pesti srácok és lányok, a budai diákok és a bicskei hősök nélkül ma nincsen szabadság. 1956 nélkül nincsen 1989, nincs 1990 és nincsen rendszerváltás. 1956 hősei fegyvert fogtak a helytartóik és megszállóik ellen, mert tudták, a szovjet elnyomás és a magyar élet összeegyeztetetlen, a szovjet megszállás és uralom alatt szétforrad a magyar élet és a magyarság, ezer éves történelmünk és elődeink, őseink szabadságharcai küzdelmei lesznek oda, ahogy a magyar jövő is. A szovjet és az őket segítő idegen szívű, tarnyaló kommunista elit elárulta Magyarországot, arcunk tökte nemzetünket, és a múltat is végképp el akarta törölni, minden célkeresztbe vettek, ami magyar és ami szent. 1956 hőseinek, a pesti srácoknak, a forradalmároknak, és igen, a bicskei srácoknak köszönhetjük mai szabadságunkat, szuverenitásunkat. Éppen ezért a mai fiataloknak, a jövő nemzedékének is meg kell tanítani, hogy a szabadság fogalma Magyarországon egybeform Mansfeld Péter, Hitler Mária, Kongrácz Gergely, Szabó Ilona, Vincenti József, Stikker Katalin, Varga János, Szabó János és társaik, sok esetben névtelen társaik nevével. Itt Bicskén pedig Kutlik József, Vértes Vilmos, Tóth Géza, Bőrcsi Enő, Tálos Géza, Andrássy László, Kornéni Ferenc és Weichinger László nevével. Önök bicskeiek büszkék lehetnek arra, hogy ilyen hőseik vannak, és hogy az 1956-os forradalom napjaiban Bicske fontos szerepet töltött be Fejér megyében, ahol a lakosság többsége nyíltan kiállt a felkelés és a forradalom mellett, ahol 1956. október 24-től nap mint nap felvonult a lakosság a bicskei országzászlóhoz, hogy erősítse és támogassa a forradalmat, hogy ne megmondjon a diktatúrára és harcoljon ellene. Tisztelt ünneplők! 1956-ban mi magyarok a szabadságunkért, függetlenségünkért, nemzetünkért, történelmünkért, hagyományainkért, nemzetállamunkért és szuverenitásunkért, nemzeti önrendelkezésünkért szálltunk síkra és győztünk. Ma már tudjuk, hogy győztünk, mert ebből a győzelemből, a reményből és a kiállásból lett magyar jövő. 1956 harcainak 3000 ősi halottja, az 56-ot követő szörnyű és embertelen megtorlások miatt 230 kivégzettje, több tízezer bebörtönzöttje, és az országot kényszerből elhagyó, mint egy 200 000 menekültje biztosította nekünk a magyar jövőt és megmaradást. 1956-ban a világ egyik legerősebb irodalma és hadserege ellen fogtunk fegyvert, hogy demokrácia, szólásszabadság, szabad véleménynyilvánítás, sajtószabadság és szabad vallásgyakorlás legyen Magyarországon. Tisztelt bicskeiek, ugye ismerősek ezek a fogalmak? 1956 a szabadság lángja a szívünkben, de ma is dolgunk van 1956-tal. 65 év telt el a forradalom óta, de a sebek ma sem gyógyulnak, és ma sincs sajnos konszenzus 1956-ról. Szent Istvánról, az államalapításról, 1848-ról és 49-ről van, de a forradalomról és szabadságharcról sajnos nincs, és ezt a csordát nekünk kell kiköszönni, nekünk kell helyre tennünk 1956-ot. 1956 árulói és gyilkosai, az ő leszármazottai ugyanis a mai napig köztünk élnek, és szörnyű tragédiája a magyar nemzetünknek, hogy miközben a történelmi igazságtétel elmaradt, azok, akik idegen fegyverrel lőtték a magyarokat 1956-ban, árban és párnák között békében halhattak meg. Ezt a csorbát ki kell köszönnünk, és soha nem szabad megengedni, hogy ilyen alakok az ő leszármazottait visszatérhessenek a hatalomban, hiszen pontosan tudjuk, hogy ugyanazt tennék, mint 1956-ban tettek. A leckét megtanulták. 1956-ot apró Antal folytotta vérbe. Apró Antal unokája, Dobrev Klára és az ő férje Gyurcsány Ferenc 2006-ot folytotta vérbe a mi szabadságharcunkat. Hiszen 2006-ban mi magunk is megtapasztalhattuk, hogy milyen egy kicsi 1956. Az volt a mi kis 1956-unk, a szabadságunkért és a függetlenségünkért harcoltunk, az elnyomás ellen harcoltunk, de Dobrev Klárai Gyurcsány Ferencék vérbe folytották. A gyilkosok tehát köztünk élnek, és ugyanaz a család van itt közöttünk, ugyanazok a leszármazottak próbálják
Magyarországot eltörölni a föld színéről. És ha már 2006-ot szóba hoztam, így 15 évvel az események után azért emlékezzünk erre is, és hajtsuk fejet, és legyünk büszkék magunkra, hogy akkor kiálltunk magyarságunkért, a magyar nemzetünkért és az elnyomás ellen. 2006-ban lovas rohamot vezényeltek ellenünk, szemeket lövettek ki, bordát törtek el, csontok repettek, és lelkeket, családokat, családok százait tették tönkre hosszú-hosszú évekre. Én 2006-ban már újságíró voltam, magam is részt vettem az akkori tüntetéseken és demonstrációkon, és akkor azt a feladatot kaptam, hogy keressem meg azokat, akiknek a szemüket kilőtték, akinek a csontjaikat törték el. Megtaláltam az áldozatokat, de nem mertek nyilatkozni, ugyanis az akkori ügyvédek és a hatalom kiszolgálói már korábban megkeresték őket, és megfenyegették őket azzal, hogyha beszélni mernek arról, ami 2006-ban belül Budapest utcáin történt, akkor egy életre nem nyomorítják őket, elveszítik az állásaikat. Éppen ezért nem is mesélték el részletesen, hogy mi történt velük, és ez is egy számolás nekünk, ezt is helyre kell tennünk, és soha nem szóval megengedni, hogy ők újra hatalomhoz jussanak, hiszen hatalomba vágynak. 2006 is egy örök mementó nekünk, és erre emlékeztetni kell a mai fiatalokat és mindenkit, azokat is, akik fiatalságuk okán még akkor nem lehettek ott az utcán. Emlékeztetni kell őket azért, mert tudjuk, hogy mi pontosan tudjuk, hogy nekünk mit jelent a szabadság, és milyen jövőért, milyen magyarságért harcolunk. Ők ugyanis az Európai Unió helytartói, és ha már az imént ezeket a fogalmakat említettem, mint demokrácia, jogállamiság, szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság, vagy éppen szabad vallásgyakorlás, akkor igen, kimondhatjuk, hogy a 65 évvel ezelőtt elkezdődött forradalmunk a mai napig nem ért véget. Dolgunk van, és ma ugyanúgy a forradalmunkért, ugyanúgy a szabadságunkért kell harcolnunk, ugyanúgy védenünk kell a szuverenitásunkban, és ugyanúgy ki kell állni a szabad Magyarország ellen. Egyesek ugyanis az Európai Unióban különösen, de itt magyarországi helytartóik is el akarják törölni a nemzetállamokat, fel akarják számolni mindazt, amire mi büszkék vagyunk, és ami nekünk szent. Pontosan láthatjuk itt a napi hírekből is, hogy lengyel barátainkkal és lengyel testvéreinkkel ahogy járnak el. Brüsszel azon igyekszik, hogy kimondja, hogy az Európai Unió jog és az Európai Uniós alkotmány alapkötelezettségek és alapjogok felülírják egy nemzet alaptörvényét és alapjogait. Ezzel lengyel ma harcolunk, éppen ezért dolgunk van 1956-tal, dolgunk van 2006-tal és dolgunk van a magyar jövővel. Az Unió ugyanis nem más, mint kicsiben a Szovjetunió volt. Ugyanúgy egy ideológia mentén, egy szörnyű ideológia mentén, csak ma ezt liberalizmusnak hívják, ementén a szörnyű ideológia mentén próbálja eltörölni a nemzetállamokat, a szuverenitást, és megölni a nemzetet, a hagyományokat, a történelmet, és mindazt, amelyre az európai népek igazán büszkék lehetnek. Soha nem szabad tehát megengednünk, hogy ez előforduljon, arra kérem önöket, hogy önök is harcoljanak és álljanak ki szabadságunkért, a magyar szuverenitásért, és emlékeztessenek mindenkit arra, hogy milyen veszélyek fenyegetik országunkat, nem csak külföldről, hanem belföldről is, hiszen ha már így október 23-a és 2021-re, akkor így végezetül hadd emlékeztessem önöket arra, hogy apró akarmakája ma ott lesz egy színpadon, és azon a színpadon ott fog állni mellette másik négy ember, akik összefogtak Magyarország ellen, és jövőre hatalomba készülnek, és pontosan megüzenték nekünk, hogy milyen hatalomra vágynak ők, és milyen lenne az ugyancsak megtorlás, amit ők végrehajtanának. Gyurcsány Ferenc és társai megüzenték nekünk, hogy ez a mai magyarországi diktatúra, ők a 2010 előtti jogállamot szeretnék helyreállítani. Kérdezem én, milyen jogállam az, ahol egy 2006-os rendőratak, rendőrterror, szemkilövetés előfordulhat, és milyen jogállam az, amelyben egy ilyen eseménykor Nyugat és Brüsszel, az Európai Unió elfordítja a fejét. Ezt soha nem szabad megengedni, hiszen ha visszatérnek, bármilyen lator cselekedetre képesek, ugyanazok, akik 1956-ot félbefoltották és elárulták, ők törnek hatalomra, és nekünk dolgunk van az országgal, a jövőnkkel és a nemzetünkkel, harcolnunk kell szabadságunkért. Ehhez kívánok önöknek is sok sikert és sok erőt, és tartsunk ki, tartsunk össze, és dolgozzunk közösen Magyarország jövőjéért. Az emlékezést követően elismerések átadása következett.
Bicskeváros önkormányzat képviselőtestületének a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendelete értelmében kiemelkedő munkáért kitüntetés adományozható annak a személynek, aki a Bicskén élők érdekében az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, oktatási, közművelődési, rendvédelmi területen vagy Bicskeváros közössége érdekében huzamosan időn át kiemelkedő munkát végzett. E kitüntető cím minden évben az október 23-i ünnepséget megelőzően munkatársai jelenlétében a munkahelyen kerül átadásra kitüntetett személynek. Ez évben e címet adományozásra került Ódorné Palkovics Erikának, az egészségügyi központ vezető asszisztensének, Grósz Mónikának, a Bicskei Koncertfúvó zenekar vezetőjének, és Hetényi Tamásnak, a Szent László Általános Iskola igazgatóhelyettesének. A helyszínen Bálint Istvánné polgármester asszony és Csorki Lákos alpolgármester úr Bicskéért elismerő oklevelet kitüntetést adományozott Kun Zoltánnak, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár munkatársának, évtizedeken át tartó kiemelkedő munkavégzése, szakmai felkészültsége, kiváló gyakorlati munkai elismeréséül. Én szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak, hogy támogatták azokat a személyeket, akit én javasoltam, és szeretném megköszönni azoknak a bicskeieknek, akik szintén javaslatot tettek, hogy ez a négy kiváló ember ennek az ünnepségnek a kerete között át tudta venni a tegnapi és a mai nap folyamán ezeket a megérdemelt díjakat. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és kívánom azt, hogy azt a munkát, amit mi eddig kaptunk tőletek, önöktől bicskeiek, azt kaphassuk továbbra is. Legyen kitartásotok továbbra is, és legyen mindenkinek nagyon jó egészsége. Köszönöm még egyszer. Tanárnő, szívből gratulálunk. Én azt gondolom, hogy óriási meglepetés volt nem csak neked, de én azt gondolom, hogy amikor a tanítványok adnak neked koncertet, az, amikor azt mondod, kicsit megnyugszik a lelket, hogy jól végezted a munkát. Hogy értékeled ezt az időszakot, mióta itt vagy az intézmény falai között? Hát 30 év azért az kicsit elgondolkodtatja az ember, de ha végig kell értékelnem ezt a tevékenységet, akkor tulajdonképpen mindig oda kanyarodok vissza, hogy nagyon-nagyon jól döntöttem. Sokszor gondoltam azt, hogy mást kellene csinálnom, hogy vannak az embernek mélypontjai, nyilván a munkájában is, meg az életében, és valahogy felülről a Jóisten mindig visszavezényelt, csak a gondolataimat, mert egyébként ez az első munkahelyem. 19 éves koromban kezdtem itt tanítani, tehát azért lehetnek már olyan nagy növendékeim, akiknek egyébként már most már saját gyerekeik jönnek vissza, és őket tanítom, hogy annyira ez az én utam, és annyira ez az én hivatásom. Tényleg 10 éves koromban eldöntöttem, hogy én tanítónéni szeretnék lenni, aztán a fúvolatanárom találta ki, hogy hát mi lenne, ha inkább zenetanár lennék, és azóta is hálás szívvel gondolok rá, és minden jobb, ami koncertemen ott ül, még szerencsére találkozhatok vele, mert így, tehát, hogy nekem az a legnagyobb szerencsém, hogy életemben olyan pedagógusok kezei alatt tanulhattam, hogy minden időszakban van, akire így felnézhetek. Hát már sajnos nem mindenkivel tudok találkozni, mert már csak föntről kísérik a munkámat, de olyan fantasztikus példákat, pedagógusokat tapasztalhattam meg, hogy ez nekem egy életre szóló élmény volt, és utat mutattak, és én igyekszem ennek megfelelni, és tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek itt boldogok legyenek, szeressék, amit csinálnak, és ez az én feladatom, a Jóisten ezt jelölte ki számomra, és én ebben nagyon boldog vagyok, és tényleg köszönhetem a családomnak, végig támogattak, férjem, és hát most már ugye a lányom is, aki szintén ezt a pályát választotta, bár ő azért a művészi hivatást is profi módon fogja majd űzni, ami nekem annyira nem az én utam, mert én a színpadon akkor vagyok boldog, hogyha a növendékeimet láthatom. Ilyen hosszú pályafutás után az elismeréseket nem lehet fokozni, de ma a polgármester asszony kifejezte. Én azt gondolom, nem csak a város nevében, a város vezetése nevében is. Igen, hát meglepett a dolog, bár voltak bizonyos jelek, amiből éreztem, hogy valami készül, de nem ma, tehát valami jelekből összeraktam egy-két dolgot, de igazán meglepett a dolog, és különösen az, hogy ma, ami egyszerre volt tényleg nagyon megható, meg jól eső, hogy a szeretett tanítványaim körében, és hát a munkatársak körében történt, meg ez ugyanakkor váratlanul érte. Hát ugye itt mondtam a polgármester asszonynak is, illetve amikor átvettem a díjat, hogy én nehezen kezelem ezeket a helyzeteket, tehát hogy engem ünnepelnek, de nyilván
nagyon álszerény dolog lenne, hogyha én most azt mondanám, hogy jó, hát ez, mert ugye vannak ilyen díjátvevők, akik ugye, én nem kicsinlem, sőt, nagyon büszke vagyok rá, és nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy méltónak találtak erre a kitüntetésre, csak egyszerűen nehezen kezelem azokat a helyzeteket, amikor engem ünnepelnek. Ennyi, ugye, te mondtad ki azt, hogy azért a tanítványok körében is tényleg vastaps volt, amikor ugye a polgármester asszony mondta a nevedet. Hogy látod most az iskolán belüli helyzetet? Ugye van most egy országos járványhelyzet, ti hogy küzdtök meg ezzel, és hogy fogadják ezt a diákok? Hát ténylegesen jobb a helyzet, mint tavaly, amikor is ugye még hát online tanításra is el kellett vonulnunk. Köszönhetően nyilván annak, hogy sok a beoltott már diákok között is, gondolom a szülők között is, családok között is, illetve hát a nevelőtestület, illetve a munkatársak körében is. Úgyhogy egyenlőre hál' Istennek, hogy tudjuk a jelenléti oktatást folytatni, egy-két apróbb gond van. Ugye nehéz eldönteni, hogy ha valakinek mondjuk fáj a hasa, miért fáj, ha valakinek folyik az orra, miért folyik, hiszen azért, mert pandémia van, az nem azt jelenti, hogy minden más betegség törlődik, és akkor mindenről a pandémia jut ugye eszünkbe. Hát nehéz így eldönteni, de hát megtesszük mindig az óvintézkedéseket. Fertőtlenítés van még, csúsztatott órarend, tehát külön később van az alsósoknak is a szünet, meg a felsősöknek, tehát nincsenek egyszerre, ugye az udvaron vagy a folyosókon. Maszkviselés lehetséges, de még nem rendeltük el, elképzelhető, hogy majd az őszi szünet után erre is sor kerül, de egyébként úgy minden nagyobb gond nélkül és zökkenőmentesen folyik, hál' Istennek a tanítás. Szuper! Gratulálunk még egyszer! Nagyon köszönjük! Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év elég küzdelmes volt annak, aki az egészségügyben dolgozik, de hogy foglalnád össze ezt? Hát nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, tehát nagyon megterhelő volt mindenki számára. De nehezén talán túl vagyunk, azt reméltük, bár ugye most a negyedik hullám itt van már a küszöbön, tehát ez nem biztos, hogy megúsztuk, de én úgy érzem, hogy a lányok és a vezetőség mindenki megállta a sarat, kiálltuk a próbát, tehát várjuk az újabb megpróbáltatásokat. Ugye te vezető asszisztensként dolgozol, és ugye azért van jó pár munkatárs, aki a kezeid alá dolgozik, de hát ugye ez egy csapatmunka nélkül azért nem lehetett volna ezt elérni. Te hogy látod a kollégáknak a mindennapjait, azon kívül, hogy ugye ténylegesen elfáradt mindenki, és mindig van egy újabb és újabb feladat, tehát ugye csapatmunka nélkül ez elérhetetlen lett volna. Ez így van, mindenki részt vett maximálisan, tehát az oltásban, a betegellátásban, a vezetőség is mindent megtett, tehát amikor esetleg szűkített rendelésekkel, csökkentett munkaidővel dolgoztunk, és kerestünk munkát, tehát takarítottunk, pakoltunk, pincét pakoltunk, mindent, tehát próbáltuk a mindennapokat kihasználni, de ez tényleg így van, tehát kevesen vagyunk, az tény, de mindenki maximálisan benne volt, senki nem húztak, és nem volt beteg senki, hál' Istennek, tehát tényleg helytálltak a lányok nagyon jól. És ugye most egy kicsit kérdezek a elismerésről, ugye polgármester asszony Bicskeváros településre, tehát a lakóknak a köszönetét tolmácsolta, ti hogy látjátok, akik érkeznek ide betegként, illetve egészségügyi ellátásban részesülnek, ők hogy viszonyulnak ez a helyzethez? Hát a betegek számára is nehéz a helyzet, nagyon, mert ugye félnek a járványtól, de nagyon jól álltak ők is hozzá, tehát elfogadták a helyzetet, nem volt semmi, nagyon jól kommunikált ugye a polgármester asszony az emberekkel, hogy mi várható, mi a helyzet. Úgyhogy nekünk nem volt semmi rossz tapasztalatunk igazán a betegekkel. A házi orvosokhoz talán többen jártak, ugye a mi szabályainkat elfogadták, tehát nem volt semmi. Tehát tényleg a lakosság is teljesen maximálisan pozitívan állt, és áll hozzánk, reméljük. Az ünnepség az emlékezés virágánál koszorúzással záródott.